Hát ez tényleg egy nagyon nehéz kérdés. Én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek személyesen mást jelent. És hát mivel én nem vagyok keresztény, azért nekem nem sok mindent jelent, de talán úgy fogalmaznám meg, hogy az, aki hisz Jézus Krisztusban, és szerintem az, aki annak vallja magát, az keresztény. Igazából azt gondolom, hogy követi azt, amit a Bibliában megfogalmaztak, azt tartom, szerintem ő a keresztény ember. Az egyik világvallás, aminek vannak jó és vannak rossz oldala, és lehet nagyon jól értelmezni, és lehet sajnos nagyon rosszul is értelmezni. Ennyi. Ezek közül kiemelnél egy-két számodra fontos gondolatot, ha megkérlek? Szeress fele barátodat, mint önmagadat. Az ember próbál mindig a élete során a Krisztus tanítás szerint élni. Akkor is, hogyha ez nem mindig könnyű, vagy hogyha nem sikerül pillanatnyilag, akkor is utána megpróbál a szerint élni és visszatalálni a helyes útra. Szerintem ez mindenkinek más jelent. Én hívő ember vagyok, így nekem megvan, hogy számomra mit jelent az a szó, hogy kereszténység. Ugye a kereszténység elvileg azt jelenti, hogy Krisztus meghalt értünk a kereszten. Én ezt szimbolikusan értem, hogy volt valaki, aki megmentette az emberek lelkét, ugye? És a kereszt is egy szimbóluma ennek. Tehát nekem a kereszténység magát a hitvallásomnak az alapját jelenti, sok tekintetben. Hát szerintem én nem vagyok vallásos. Vallásos családból jöttem, de nem vagyok vallásos. Szerintem ez egy olyan szükséges, maga vallásosság, tök mindegy, hogy ez kereszténység, vagy akármelyik másik, az egy ilyen olyan morális szabályok halmaza, ami így segít élni az életben, és úgy viselkedni, ahogy kell. A születésem óta az a mindennapomat áthatja, végül is így nőttem föl. Hát jó, persze vannak esetek, amikor nem ez van a felszínen, és nem ez a szóval kicsit háttérbe szorul, de azért akkor is utána azért mindig visszatérek a gyökereimhez ezzel kapcsolatban. Van a kereszténységben olyan érték, mondhat, hogy nem vagy vallásos. Ezzel együtt van olyan érték, amit azért kiemelnél, ami számodra is mondjuk iránymutató? Persze, a 10 parancsolat az nem hülyeség, meg úgy gondolom, hogy ezeknek ugyanúgy van értelme, én csak abszolút nem vagyok az, aki templomba jár, meg hasonló. Én olyan afrikai törzsekről is hallottam, akik nem tudnak Jézus Krisztusról. Ennek ellenére keresztény törzsnek vallják magukat, mert hozzájuk így került el valahogy a vallás. Hát ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy ők nem keresztények. Ha annak vallják magukat, akkor azok. A szenvedés is benne van a kereszt miatt. Hogy tudom ezt jól kifejezni, mi a kereszténység nekem? A kereszténység jelenleg egy szervezet, és egy hitvallás is egyben. És ami Krisztus tanításain alapszik, aki kereszt halált halt. Igen. És ez nekem sokat jelent, több minden miatt. Nagyon-nagyon sokféleképpen lehet erre a kérdésre válaszolni, és nyilván talán órákon keresztül is, mert ez a mi életünk. De én úgy szeretném ezt most hasonló rövidséggel, mint maga a kérdés megfogalmazni, hogy a kereszténység az nem más, mint az újrakezdőknek a közössége. Az újrakezdőké, mert egyrészt a mi hitünk szerint egy olyan lehetőséget kapunk Istentől a Jézusi megváltáson keresztül, ami lehetővé teszi számunkra, hogy abból a régi emberből, akit a bűn tönkretett, mi új emberré váljunk. Tehát, hogy az, ami reménytelennek látszana a saját magunk számára, mert hogy egyedül nem tudunk magunknak üdvösséget szerezni, az most egy újrakezdésben az egész emberiség számára lehetővé válik. És ez természetesen
az egyénre is vonatkozik, hogy a saját hitre jutásával megkapja ezt a lehetőséget az újrakezdésre, illetve arra is vonatkozik, amit viszont utána is hétköznapi tapasztalatunk, hogy mindig újra kell kezdenünk. Mert elbukunk, mert elfáradunk, és hogy ez benne rejlik ebben a nagyon alapvető középpontjában a keresztény hitnek, hogy Isten megváltást szerez Jézusban a számunkra. A másik oldala ennek pedig, ahogy mondom, ez az újrakezdőknek a közössége. Vannak sokan, akik azt gondolják, hogy keresztényként lehet úgymond anonim módon élni ebben a világban, és meg azokat az értékeket egyedül is meg tudja valósítani az ember, amelyeket a kereszténység tanít. Ez részben biztos, hogy igaz. Azonban a kereszténységnek a lényege Jézus cselekvésén és önátadásán keresztül mégiscsak a másik ember felé fordulás. És akkor már nem tudjuk azt mondani, hogy egyedül vagyunk keresztények. Mert hogy a szeretet arra hív bennünket, hogy ezt másokkal együtt éljük, a tapasztalatot megosztva éljük, illetve hogy a szolidaritásban mások felé forduljunk. És innen már akkor látszik, hogy itt szükségünk van másokra, szükségünk van a közösségre, hogy egyedül csak nagyon korlátozottan tudjuk megvalósítani azt a Jézusi életformát. Ő sem maradt egyedül. Ő is szinte, mondhatnánk, azzal kezdte, hogy embereket, barátokat, közösséget gyűjtött maga köré.